Az Intermelodi énekegyüttes műsorával kezdődött a Szederkényi Szüreti Nap. Augusztus 19-e és 27-e között, valamint szeptember 17-én a Szüreti Napon számos rendezvénnyel ünnepelte a település fennállásának 750 éves évfordulóját. A Szederkényi Szabadidős és Kulturális Egyesület célja, hogy igazi közösséggé kovácsolja a település lakosságát. Mindig megpróbálunk olyan jó zenekarokat, fellépőket, kultúrprogramokat hívni, hogy mindenki számára érdekes legyen. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeket, gyerekeken keresztül elérjük a szülőket, így mindig erősítünk a gyerekprogramra, és ennek nagyon-nagyon jó visszhangja van, hiszen az óvodások fellépésével és az őnekik lévő gyerekprogramokkal nagyon-nagyon megszerették a rendezvényünket. Az idei programsorozat széleskörű összefogás eredménye. A település önkormányzata és a német önkormányzat közösen szervezte és bonyolította le a rendezvényeket. Szerettünk volna méltóképpen megünnepelni ezt a jubileumot, ezt a 750 évet, amit Szederkény történetében megélhettünk, úgyhogy nagyon sokat készültünk erre. Nagyon jók a visszajelzések az eddigi rendezvényeinkkel kapcsolatban, úgyhogy én azt gondolom, hogy megérte a befektetett munkát, energiát és pénzt. Az idei évben megtartották többek között az elszármazottak találkozóját is, melyre 500 korábbi szederkényi lakos látogatott el. Engedjék meg, hogy külön is gratuláljak önöknek, minnyájuknak és polgármester úrnak is ahhoz, hogy a 750-es évforduló kapcsán megrendezték igen nagy sikerrel az elszármazott szederkények találkozóját. Ahogy hallottam, több mint 500-an jöttek össze, olyanok is, akik évek, évtizedek óta nem jártak Szederkénybe, sőt Baranyában sem. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan fantasztikus siker, amely arra kell, hogy sarkalja a szederkényeket, hogy ebből hagyományt teremtsenek, és időről időre legyenek olyan alkalmak, amikor azok a szálak, azok a kötődések is megelevenednek, amelyek az elmúlt időszakban ide kötődtek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves szederkényiek! Az, hogy ez a település ilyen komoly múlttal rendelkezik, az sok mindennek köszönhető. De mindenek előtt az itt élők szorgalmának, tehetségének, élni akarásának, tenni akarásának, azoknak a generációknak, akik ma már nincsenek itt velünk, de ezt a települést, ezt a közösséget évtizedeken, évszázadokon át építették, azért azt kérem önöktől, hogy most ugyan a vidámság pillanatai vannak, de gondoljunk azokra az idősebbekre is, akik ma nem lehetnek már itt, de a kezük munkáját jelzi ez a település. És igen, a most élő szederkényiek keze munkája a település vezetőinek, polgármester úrnak, elődjének a munkája is benne van Szederkény mai képébe, hiszen azok a fejlesztések, amelyek az elmúlt időszakban elindultak, magyar kormány, Margitta János képviselő úr és a Baranya megyei önkormányzat támogatásával, azok is ma már mind hozzájárulnak Szederkénynek a látképéhez, hiszen mégiscsak elkészült az a kerékpárút, amelyet néhány napja adhattunk át, és nagyon bízom benne, hogy a következő időszakban hamarosan el tud kezdődni ez az élhető város projekt is a megyei önkormányzat támogatásával, amely újabb lendületet ad a település építésének, és bízom benne, hogy a település kép mellett a településnek a gazdasági újraindítása, az iparosítása is el tud kezdődni a következő időszakban, a kormányzat és a megyei önkormányzat támogatásán nem fog múlni, de bízom benne, hogy a következő időszakban újabb sikerekkel és jó hírekkel szolgálhatunk. Bár az időjárás nem kedvezett a Szüreti Napnak, a szervező Szederkényi Szabadidős és Kulturális Egyesület megfelelő helyszínt biztosított a rendezvénynek, szombat estére megtelt vendégekkel a fesztivál sátor.